Köldülünk halász, aki halász, aki halász, aki a harizálat halász, aki halász, aki ha teheti. Azon gondolkodtam, hogy mi az, ami már nem tartozik be ennek a díjnak az ernyője alá, és most például a kertben volt egy komposztárolónk, és ezt két rekeszessé alakítottam egy rekeszesből, és úgy megfordítottam a komposztot, hogy jól össze tudjon érni, de ez már a díjról való értesítés után történt, illetve az átvétele előtt, tehát nem tudom, hogy ez a komposztároló, amit raklapokból raktam össze, hogy ez beletartozik-e vajon a díjba. És most ezen viccelődésnek tűnik, de az irodalom is egyfajta komposzt, azt kell, hogy mondjam, hogy az a gyümölcs, meg zöldség, pucolék, meg mindenféle kerti szemét, amit az ember nem gondol értékesnek, illetve másféleképp gondol értékesnek, az szépen összerothasztja, és akkor lesz belőle valami, amiből viszont annál szebb gyümölcsök és zöldségek nőhetnek majd. Úgyhogy az irodalom is így foglalkozik a valóságnak a szemetével, vagy a selejtjével, és csinál belőle remény szerint egy új világot, vagy legalábbis megpróbálja az olvasóknak beadni, hogy hát ez igazából nem valamiféle hulladék, hanem ez egy teljes világ, és nem is egy ilyen pici, ilyen összehajtogatott valami, vagyis könyv. Felnőttem ő, óriások, tölte tűzködött, ne tűzködött, se hűmi ő, és itt álljunk egyenesen, közelesen, egyenesen, létünk bármi végtelen, rajt megtelen, a végtelen, ta-da-da-da-da.